próbáljuk meg megszólaltatni Istennek igényét szánkon, és ha lehet, a szíveinkben. A Jeremiás könyve 6. fejezetéhez lapoznék, és innen indulnánk ki ismét elmélkedésünkbe, ugyancsak a 8. verstől, de ugyanakkor elolvassuk a 10. verset is, ma délután, ebben olvasom többet innen. Tégy eszedbe, ó Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged, lakhatatlan földé. Kinek szóljak? Kiket kérjek, hogy hallják? Íme az ő fülük körülmetéletlen, és nem figyelhetnek. Íme az Úr szava utálatossággá lett előttük, nem gyönyörködnek. Akkor. Egy kis bevezetés tehát, Jelenések könyve, egy olyan könyv, amelyről az Isten küldötte, azt mondja, ha valamikor is megértsük a Jelenések könyvét és a Dániel könyvét úgy a maga teljességében, ahogyan Isten küldte és amilyen célra küldte, Isten népe között egy hatalmas ébredés történhet. Ezért szükséges, hogy versről versre, szóról szóra próbáljuk meg felmutatni az értelmét, mivel hogy a sátánnal vívott küzdelmében Jézus kísértésekor azt mondta, hogy nem csak kenyérrel és vízzel él az ember, hanem minden szóval, amelyik Isten szájából származik. Nem minden második szóval, nem minden hetedik szóval, hanem minden szóval, amelyik Isten szájából származik. Ha a Szentírás Isten ihlette, akkor van-e fülünk vajon arra, hogy minden szavát meghalljuk? Még azt is, amíg talán nem tetszik nekünk. Még azt is, amíg talán megfed bennünket. Úgy fejeztük be a délelőtt, hogy Jézus azokat feddi, fenyíti, akiket szeret. Köszönjük meg az Istennek, hogy bár ilyen leírást ad rólunk az utolsó időben élő népéről, a proféciában mégis még van remény, mert úgy tekint ránk, mint szeretett közösségre, akiknek még van esélyük. És nézzük meg, mi ez az esély. Onnan indulnék át, tehát ismét, hogy tanáccsal látett minket Jézus. Miért van esélyünk, és miért van reménység? Bár az állapot olyan, amilyen. Azért van esély, és azért van remény, mert Jézus kijelenti a következőt, az tanácsolom néked, hogy a te bajaidra, amiket én mondtam el, hogy van, na arra legyen orvosság. És az esélyed az, ha tőlem veszel, amit én felkínálok neked. Azt tanácsolom, hogy védj tőlem tűzbe megpróbált aranyat, miért? Hogy valóban gazdagá légy. Miért van azon az úton az Úr Jézus, hogy kivesse landiciát az ő szájából? Minél azt mondja, hogy gazdag vagyok és meggazdagodtam, és ezt magának tulajdonítsa. Szeretném, mondja Jézus, hogyha megváltozna a felfogásod, és a te gazdagságod az legyen doktrinális, az legyen anyagi gazdagság, az tőlem jöjjön. Mert akkor nem fogsz úgy csinálni, mint Nabukodonozor, hogy ez a Babilon, amit építettem, hanem azt mondod, hogy hálát adok az Úrnak, hogy adta nekem, mert mit van, amivel dicsekedhetni, mondja az ige, amit ne kaptál volna, ha kaptad. Laodiciának az az egyik gondja többek között egy másik szemszögből megnézve, hogy ő gazdagságát, még ha szájból sokszor azt mondja, hogy az Úr megáldott, az Úr adta, gazdagságát cselekedeteivel és szavaival sokszor magának tulajdonítja, mink van nekünk, mit tettünk mi, mit építettünk, mit értünk el, az egészségügyi reformtól megkezdve az iskoláig, a teológiáig, az épületekig, a bizonyos eseményekig, amelyeket pénzen meg lehetett rendezni. Védj tőlem, mert ha gazdag akarsz lenni igazán, akkor nem a te általad elkészített gazdagságot árulod majd, és nem avval dicsekszel, hanem a tőlem kapott gazdasággal dicsekszel.
Jézus nem hiába küldi ezt az üzenetet Laodiciának. Laodicea, mint város, mindenben tökéletesen előképe volt a végidei Laodiciának, mint közösségnek. Cicero, egy híres bölcs, elmegy egy adott pillanatban Laodiceába. És egy érdekes megfigyelést tesz. Mindenhol, ahol megfordult, az aranypénz, amivel akkor vásároltak, a császár képét hordozta. Laodiceában nem. Külön aranypénzt vertek maguknak, és isteneik képét hordozta. Vajon nem-e történik meg a lelki Laodiceában is ez, hogy kellene legyen az ő gazdagságán az Isten jóváhagyása, és közben az istenei jóváhagyása van, nem pedig az igaz Isten jóváhagyása. A gazdagságodat ki adja? Honnan szerezted? A te gyáraidból, vagy az Úr Jézustól? Mert a fekete ruhát, ha árulod, azért jó pénzt kaphatsz. Valamikor Laodicea árult a fekete köpenyt, és abból meg lehetett gazdagodni. Ma is, ha az embereknek az igazságot mondod el, abból nem sokat tudsz gazdagodni, nem sokára csak a maradék marad melletted, és ha a maradék marad melletted, akkor oda jutsz, mint Pál apostol, hogy nappal sátrat készítesz, hétközben sátrat készítesz, és szombaton felöltöd az öltönyt, és prédikálsz. Utána megint sátrat készítesz, és utána megint prédikálsz, mert ha az igazságot hirdeted, és hogyha a fehér ruhákra szóló igazságot próbálod hirdetni, akkor megtörténhet, hogy közönség nélkül maradsz. Legalábbis azon közönség nélkül, vagy azon közösség nélkül, aki a fekete ruhára a vevő, aki szeretné, hogy bátorítsd a szószékről mit és miben, a bűnt és a bűneiben. Van direkt olyan kategória, egyház szinten is, meg sok felekezet szintjén, akiknek csiklik a fülük, ha bizonyos dolgokat hallanak. Már ezért ilyen korábban divat volt az, hogy szólj nékünk kedvünkre valót. A te énekeid, a te beszédeid, a szóljon borról, ha lehet. Részegítő italról. Legyen a tegnap olyan, mint a ma. Dícső feletté. Miről szól itt? Hogy beszéljünk, szóljunk, de a magunkéból, bátorítva az embereket bűneikben. És ugyancsak Jeremiásnál találjuk meg azt, hogy hogyan mondhatod az embernek, hogy áldás és békesség jön, hogyha a szíved gonoszságaiban jársz. És manapság sokszor azért gazdagodik meg az Isten népe taklétszámban is, meg anyagiakban is, mert amikor az embert meg kellene fedni bizonyos bűnökért, akkor elfedezzük. És utána még azt is mondjuk, hogy Isten néve meg leszel áldva, eljönnek úrvacsorát venni, de nem beszélnek együtt, nem tudom mióta, és a lelkész feláll, és azt mondja, hogy áldjon meg titeket az Isten, és akkor elmondja ezt a bizonyos formulát. Hát hogyan mondhatod, hogy áldjon meg titeket az Isten, ha te tudod, hogy nem áldhatja meg őket az Isten? Igen, ám, de hogyha kezelni kezded a problémákat, akkor a gazdagság anyatlani kezd, mert akkor azt mondja az egyik ember, hogy hát én többet nem jövök errefele. Feláll az egyik testvér prédikálni egy nagyon gazdag helyen, és csak annyit kér, hogy hát jó lenne, hogy prédikáció térdeljünk le. Nem fontos vagy nem fontos részletkérdés. A lényeg az, hogy a gazdagabbik testvér a konferenciára betelefonál, és azt mondja, hogy ez többet soha ne dolgozzon, mint bibliamunkás. És a konferencián véghez viszik ezt. És nálam van ott a papír, amire ki van nyomtatva, hogy mit kérnek tőle. Hogy többet így nem beszélsz, többet erről nem beszélsz, többet ezt nem hozott fel, ezt nem hozott fel, és ha nem írod alá, többet nem dolgozol, és nem írt alá, és kitették. A másik testvérnél, hogy a vizumjához szükséges volt még egy hónap, hogy legyen alkalmazva, aláírta. Utána pedig próbált egy kicsit visszaállni a helyére, már nem sikerült annyira, mint azelőtt, mert már látszott egy kompromisszum. Laodicea gazdag.
gazdagságát a saját gyárai termelik, és az, hogy fehér ruha helye fekete gyapjút próbálnak ruhával ötvözni. Azt tanácsolom tehát néked, hogy résztőlem tűzbe megpróbáld aranyat, hogy igazán gazdag légy a kipróbált hitet, az, amelyik megáll a Biblia mérlegén és a Biblián alapszik. Utána pedig fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, és mezítelenséged ne látod szép, ne látszódjon ki. És a fehér ruhához pedig hozzátartozik az, hogy az Isten igéje megszólaljon igazán. Mert a szentek igazságos cselekedetei csak az igazsággal lehet megszerezni. Szentek igazságos cselekedeteit csak az igazsággal lehet megszerezni. Az Úr Jézus azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem lehetséges igazságot és hozzá vezető útat, az Atyához vezető útat megtalálni, ha az Úr Jézust az ajtón kívül, mint intézmény, mint angyal és mint gyülekezet zárod. Annyit még zárójelben megjegyeznék, amit eddig nem mondtam el, hogy ennek hátterén halljuk még az üzeneteket, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy az üzenetet küldi az angyalnak, és a lélek hangját hallja meg a gyülekezet, akkor a gyülekezetre, úgymond, ha idegen szóval, korporatívan, közösségileg gondol, nem csak egyénileg. Mert Laodicea egy kompakt közösség. Bár az üdvösség egyéni, de az üzenetet nem egyénileg adott csak át. Ezért kell azon gondolkozni, hogy nincs olyan, hogy kimegyek az utcára, és hívom az embereket megtérésre. És azt mondom neki, hogy testvér, nézd meg, térj meg, akkor hozzájönünk egy bizonyos témához, és azt mondja a testvér nekem, aki testvér lesz, hogy hát igen, de ezt így és így is így kell élni. Igen. Ja, hát akkor a másik testvér miért másképp éli? Jó, van, elmegyek a másikhoz, és azt kérdezem, hát én másképp értettem, én másképp élem, nekem semmi közöm. Te csinálod, ahogy akarod, én csinálom, ahogy akarom. Akkor járnak-e ketten együttom, ha meg nem egyeztek? Mert ha közösségbe hívok embert, közösségileg mutatom meg neki az üdvösség útját. Ha pedig csak Krisztushoz hívom, akkor nem hívom a közösségbe. Mert amikor az apostolok idejében elmentek missziómunkát végezni, a Biblia arról beszél, hogy bár ott maradtak emberek közöttük, mert Szentlélek volt, szaporította az Úr a közösséget kikkel? Üdvözületőkkel, nem tagokkal. Ma dolgozhatok emberek üdvösségén, hogy üdvözületőkkel szaporítsa az Úr a gyülekezetet, és elküldöm az Úr Jézushoz, ő meg csináljon vele, amit akar. Nem az én dolgom. Én megmutatom neki az igazságot, az igazság útját, és az Úr Jézus azt mondja, most oda bemész, akkor neki itt a helye. Azt mondja, oda nem menj, mert ha oda mész, akkor úgy jársz, mint ahogy a zsidókról írtam, hogy tengert megkerülik, hogy egy embert zsidóvá tegyenek, hogy utána gyehenna fia legyen, mikor meglát bizonyos dolgokat ottan. Tehát, ki mondja meg, hogy egy embernek hol a helye? Ha laodiceai vagyok, és laodicea állapotban, én mondom meg. Nézzük meg, volt délután egy beszélgetésünk bizonyos betegségekről, nem vagyok orvos, de azon orvos lettem. És elmondtam, hogy ez is jó, az is jó, ez is jó, az is jó. Laodiceában is úgy van, hogy mondja el egy lelki problémát, és mindenki azonnal orvos lesz. De nem jó. Ha érted a dolgot, mondd el, ha nem, én csak asszisztense vagyok az Úr Jézusnak. Ha igazságra akarom vezetni az ember, és nem hazugságra, ha fehér ruhát akarom, hogy vegyen, és nem fekete gyapjú tőlem, akkor én csak asszisztens vagyok, és az orvos az Úr Jézus. Ha elmondja a gondját, ha azt mondja, meg akar keresztelkedni, ha azt mondja, hogy valamit is akar, akkor tegyem meg a dolgomat, hogy ne egy egyházhoz, ne egy lelkészhez, hanem az Úr Jézushoz vezessen. Miután, ha van nekem is legalább, vagy ha ismerem az utat feléje, és ha elvezettem az Úr Jézushoz, utána az ő dolga milyen gyógyszert írt fel meg az embernek. Ha ott bent van az orvosi kabinet, és itt van a váraterem, akkor én az asszisztens kijövök, és azt mondom, hogy Uram, jött, igen, milyen baja van? Hát ilyen-ilyen nagyon van, hogy nem adhatod.
Én csak ennyit tudok tenni. Kinyitom az ajtót és bevezetem. Ott majd segítek levetkőzni, akár segítek felöltözni, a többi nem az én dolgom. Voltak emberek, akik úgy tértek meg, hogy eljöttek hozzám vagy máshoz, és azt mondták, ilyen olyan függőségük, problémájuk van. Csak úgy kaptak igazán fehér ruhát, és nem az én fekete gyapjumat, amitől függtek egy életen keresztül, és átalakultak volna az én képemre és hasonlatosságomra, hogy letérdeltünk, és azt mondtunk, Uram, itt van ez az ember, át akarja magát adni te néked, a te dolgod innen marad. Segíts meg őt, mi nem erőlködünk. Hogy most jöjjön be, hogy most kereszteljük meg a legelső alkalommal, nehogy hogy lássák azért, hogy keresztelkednek itt is. Nem. Az az ember részegen jött be a gyülekezetbe, kérte, hogy meg akar szabadulni, letérdeltünk, mondta, mondd el, úgy, ahogy tudod te, mit akarsz. Elmondta, és annyit mondtuk, Uram, ez a te dolgod, segíts meg ezt az embert. Ha én megtöltem volna a fejét tudománnyal, de sose lett volna adventista. Így elment, és rá egy évre jött józanon, azt mondta, elhagyta a cigarettát, elhagyta az italt, és meg szeretne keresztelkedni. Megtartottuk a felkészítést, és megkeresztelkedett. Kellett, erőlködjünk. Úgy csinálunk, mintha olyan olcsó dolgaink volnának, amivel azonnal mindenkit meg kellene keresni, és ha nem akarja elvenni, akkor könyörögünk, hogy vegye el. Hát kérem szépen, az üdvösség útját kínálod. Ha az üdvösség útját kínálod, akkor erőlködsz. A Biblia arról beszél, ha feltámad rajtad a világosság, hozzád özönlik a tenger kincsözöne, nem arról beszél, hogy fogdosni kell egyenként. Az utolsó időben az aratás erről szól. Támadjon fel rajtad az Úr világossága. Legyen fehér ruha, igazi fehér ruha. A hitáltalan megigazulásról Ellen White azt írja egy adott pillanatban, hogy ha elfogadtátok volna ezt a bizonyos üzenetet, ami az Isten üzenete volt, erről a tanításról, 2 éven belül eljöttett volna az Úr Jézus. Mert akkor a munkát végzett volna ez az egy tanítás, és annak ismerete, sőt, gyakorlata. Fehér ruha után, Szentgyógyító ír, már beszéltünk róla, volt neki gyáruk, ahol gyártották a kenőcsöt fülnek és szemnek. Mind a kettőt lélekkel, Isten lelkével kellene kezelni. A szemünket, hogy jól lássunk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hol járunk, hogy nehogy megbotorkázunk, vakok ne legyünk, és ugyanakkor a belső hallásunk is kialakuljon. Igen ám, de Laodicea gyártott magának szemgyógyítóért, az Úr Jézus szemgyógyítóírja raktáron maradt. Ma, a mai Laodicea már mint adventista egyház gyárt magának szemgyógyítóírt, ami a Szentlélek jelképe, és az Úr Jézus lelke ott marad raktáron. A kérdés az, mivel kellene megérteni? Kenték akkor is a szemüket, a gyárból kijött kenőcsel, nem nagyon gyógyultak. Vagy ráfogták, hogy látnak, de az Úr Jézus azt mondja, vakok vagytok. Míg ha valaki az Úr Jézustól kapott gyógyítást, akkor azt mondta, láss, és az látott. A vakifiú lássuk, János Evangélium a 9. fejezetében, meggyógyul, miért? Mert az Úr Jézus meggyógyította. Igen ám, de jaj annak, akinek az Úr Jézus kinyitja szemét, János 9. Meggyógyítja szemét. Mi történik a 10. fejezetben? Miért kell megfedje a vakokat? Azért, mert még a szakjuk, a szüleik is megtagadták a fiút. Kigyógyította meg a fiadat, miért? Hát hogy nyílt meg a szeme? Jelképes dolog. Laodiceában, ha valaki megkenne a szemét az igazi szemgyógyító írral, utána futhat. Mert még a szülei se vállalják. A szülei is azt mondják, hogy jaj, de kérdezzétek őt elég meg már. Ja, miket hirdet, mikről beszél, miért beszél olyasmikről, hát ezt nem hallottuk soha. Beszéljen ő, mert sem merjük mondani. Mert ha kimondják, már azonnal problémáik lehetnek. Egyszerű a dolog, Jézus korában is ugyanezt történt. Laodiceában a vakság, a divat, nehogy valaki kinyissa a szemét. És a zsidóknál a vakság volt a divat, nehogy valaki azt mondja Jézusról, hogy mesiás, mert akkor azonban vége van.
akiket én szeretek, megfeddem, megfenyítem, légy buzgóságos azért is térnek. Érdekes dolog már említettem, és csak ismétlem azért, mert nagyon fontos, az üzenet nem az a dorgáló, elmarasztó üzenet, ahol nincs remény. Szeretetből adott üzenet. A szeretetből adott üzenet az annak az orvosnak az üzenete, amelyik látja az agydaganatodat, és azt mondja, baj van veled, ember, ha nem kezeled magad, meghalsz. Ingyen adják, segíteni akarnak. De ehhez szükséges két dolog. Légy buzgóságos, és térj meg. Beszéltem már a délelőtt folyamán, mit jelent az, hogy buzgóság. Ha valaki nem hűséges a hamis kincsen, a hamis mamonon, az nem fogja megkapni az igaz kincset sem. Ha ma nem vagy buzgóságos, a magad nemében, ott, amit ismersz, amennyit ismersz, egy talentum, kettő talentum, öt talentum, nem számít. De ha abban nem vagy buzgóságos, hogy akarod, hogy gondtalanul élsz a Sionon, Ámos 6.1, elbizakodottan is a Samária hegyén, és akkor még az Úr Jézus is álljon meg. És akkor még valami eredménye is legyen az életednek, mikor visszanézel 70 éves, 80 éves korba, vagy hamarabb, attól függ ki, mikor halad az élet másik oldalára, árnyékosabb felére, akkor visszanézel, azt mondod, hogy hát éltem, nézd, van eredmény. Vagy ha nem tudok rámutatni, akkor azt mondom, az Úr tudja, hogy én futásomat elvégeztem, harcomat megharcoltam, eltitetett az üdvösség koronája. Hogyha nem vagy buzgóságos, akkor mi vagy? Valaki azt mondta, egy olyan vallásos ember, aki minden héten úgy fordul a gyülekezetben, mint az ajtó sarkán. Megszokás, rutin, hol a buzgóság? Na már csak a megtéréshez is a laudíciai állapotból szükséges a buzgóság. Mit jelent buzgóság? Érdekeljen az üdvösség, érdekeljen az igazság, érdekeljen a Biblia. Buzgó lenni érette. Ha nem vagy buzgó, nem is érdekel, akkor szereted a programokat, szereted, hogy minél szebb program legyen, és már nagyon divatos, hogy bejönnek a gyülekezetbe, felállnak a szószék, és nem mondom, hogy nem kedves, nem szép, hanem szeretettel köszöntünk mindenkit, mindenkinek kívánjunk, hogy legyen egy nagyon szép, boldog szombatja. Valahol egy világháborúban két fél, az amerikaiak és a németek háborúztak. Egy asszony karácsonyt akart ünnepelni. És felment a hegy tetejére, a fiával, volt egy célja is, hogy ne vigyék el a fiát katonának, mert akkoriban már a 12 éveseket már vitték el katonának Hitler oldalán. És hát mi történik? A házába bekerülnek az amerikaiak is, és a németek is. Alig tudja karba tartani őket, kordába tartani, alig tudja a fegyvereket kitenni, és majd megölik. Meg is ütik. Nagy nehezen megmarad. Arról tanít az adventista egyház, hogy a nagy küzdelem a világ csatatere. A nagy küzdelem csatatere a világ. Itten a sátán és az Isten közötti harc folyik. Ha két hadsereg szembeáll, én vehetem a családomat középre külni, piknikezni. Kiterítem a kockásabroszt, miután kiterítem a kockásabroszt, elő a retket, elő a kenyered és elő mindent, és ottan gyerekenjük, és jaj, de szép ez a délután, nézd, milyen szépen süt a nap, és közben az ágyú bolyók repülnek a fejünk fölött. Hát azt gondoljuk, hogy piknikezni hívott el minket az Isten. Ha nagy küzdelem van, nem háborúban vagy, ki vagy te? Vagy te az Isten katonája? Hát azt hiszük, hogy háborús időben piknikezni kell? Háborús időben ilyen séta délutánokat és tea délutánokat szerveznek? Háborús időben felkészítjük a katonát és bevetjük a katonát. Felkészítjük a katonát és bevetjük a katonát. Majd ráér pihenni, piknikezni, séta délután, tea délután csinálni, akkor, amikor megérkezett. Na de, ugyancsak az Ellen White írja, hogy az adventista egyházat látta, amint fel volt szerelve mindenféle segéllyel, amit vigyen a rászoruló embereknek, és megindultak a hajóval, és találtak egy szép szigetet. Működöttek,
És ott felélték a mindazt, amit Isten rájuk bízott, amivel mentek, hogy megmentsék a többieket, és utána menteni kellett volna, de már nem volt mivel. Vajon nem ez látszik meg ma is? A buzgóság helyett a buzgóság látszatat? Mert nagyon sok buzgóságos délutánt lehet szervezni, meg délelőttöt, mindenki azt mondja, jaj, de jól éreztük magunkat, de mi az eredmény? Az, hogy eltelt még egy nap, és nem táplálkoztál semmivel, csak tortával. A tortától, ha pedig reggel is, délben is, délután is azt teszel, mi következhet be? Betegség és elhízás. És ezért van a Lauriciában, ami szellemi elhízott, amely mindjárt mozdulni se tud a sok tudománytól, de az életében nincs mozgás, nincs energia. Mert egy nagyon elhízott embert nem küldhetsz most, hogy olcsa tüzet ott a tetőn, mert még oda se ér és szívinfarktust kap. Egy nagyon elhízott, szellemileg elhízott embert nem küldhetsz ki háborúba, nem küldhetsz ki, hogy másokkal vitázzon Bibliából, mert a második szólánál elhasal. Légy buzgóságos, tehát felhívja az Úr a te elmédet, az én elmédet, a te szívedet, az én szívemet, hogy gyújjon fel arra az első szeretetre, amit az első gyülekezetnél már elhagyott, Efézusnál. Miért és mikor hagyta Efézus az első szeretetét? Ismételjünk. Akkor ki volt a szeretője? Kire nézett az első gyülekezet? Krisztusra. Miért hagyta el az első szeretetét? Mert emberekre kezdett nézni, a vezetők, akik vezették. A Laodicea, ha nem nyeri vissza az első szeretetét, sose tud buzgóságos lenni. Az első szeretet hevében nem féltek a haláltól, István diakonus mosolyos arca halt meg, miután elhagyták az első szeretetüket, már Jézus arról kell bátorítja a Smirnát, hogy semmit se félj attól, amit szenvedned kell. Kell szenvedned, de semmit ne félj attól. Míg István diakonus azt mondja, hogy látom az eget megnyílva, és ott valakit látom. Térj meg! Egy érdekes kis fogalom. Nekem embernek, mikor megkerestek, hogy meg kell térni, református voltam, akkor azt mondták, tudod, a disznómus rossz, a cigaretta rossz, az alkohol rossz, mondtam, és a cigarettás az alkoholon nincs bajom, ja, akkor a disznómus, akkor meg bizonyos ünnepek, bizonyos szokások, karácsony se jó, sok minden nem jó. Köszöntem. Utána mondták, hogy vigyázzon, a halottak állapotáról is kell tanulni, meg sok más egyéből kell tanulni. Köszöntem, és megváltoztam. Megtértem. De nem úgy jöttem be a gyülekezetbe, hogyha addig úgy liter számra ittam a bort, mert szerettem a bort, de nem sokat ittam, csak akkor, mikor volt. Ha liter számra ittam a bort, utána ott a gyülekezetbe a kis pohár, vagy a kis üvegecske ott volt a zsebembe. Nem ittam többet liter számot, egy-egy kortyot néha. Úgy kellett volna megtérjek? Hogy addig tanítottam a halottak állapotát, hogy a halott már ott van a mennyben, mikor jön a temetési menet, akkor utána azt kellett volna mondjam, hogy hát csinált egy kis megállót a csillagoknál, és utána felment a mennyben. Ezt kellett volna tanítsam? A megtérés mit jelent? Hogyha mentem eddig előre, akkor megfordulok és megyek a másik irányba. Nekem embernek legalábbis így magyarázták, hogy a megtérés a 180 fokos, vigyázzon valaki, ne tévedjen, és azt mondja, hogy 360 fokos. Mert nagyon sokszor a mi megtérésünk 360 fokos, ami azt jelenti, hogy itt vagyunk, ekkorát kerülünk, nagy feneket felítünk a megtérésünknek, és ugyanabban az irányba megyünk. Tolvajok voltunk eddig, tolvajok vagyunk ezután is, paráznák voltunk eddig, paráznák leszünk ezután is, csak van egy kis megtérés színe. A 180 fokos az azt jelenti, amit az Efézusnál le van írva sorba, ha valaki eddig ilyen volt, na ezután ne legyen ilyen. Verekedős volt, többet ne verekedjen, haragos volt, többet ne haragudjon, térj meg. Tanítottad a halottak állapotát, hogy mindenki él a pokolban és szenved, ezután tanítsad, hogy alszanak. Laodiceának mit jelent, hogy térj meg? Azt jelenti, hogy rendezünk egy fesztivált, és utána ugyanúgy élünk, ahogy eddig. 50 nap a felházba, vagy 10 nap a felházba, elolvasunk egy könyvecskét, és utána ugyanúgy, mint eddig.
40 nap Jézussal, és utána ugyanúgy mindeddig reggel könyveket szépen átlapozzuk, és jaj, de szép, elmondjuk, hogy igen, és utána úgy mindeddig. Ha az angyalnak mondja az Úr Jézus, hogy légy buzgóságos és térj meg, akkor azt jelenti, hogy kedves prédikátori kar, értelmesek, csillagok, akik másokat az igazságra kell vezessetek, na, amit eddig tanítottatok és eddig csináltatok, azt vessétek úgy, hogy Pál apostol mondta, a hát mögé, és ezután ne tudjatok másról, csak Krisztusról, és róla is pedig úgy, mint megfeszítettről. Van sok tudományotok, nagyon jó, valahol megvan a helye is annak, de nem az Isten gyülekezetében. Mert oda jutott már a nagy tudománnyal, hogy teremtés nem létezik, tényleg evolúció volt, és ezt adventista predikátorok interneten terjeszkedik. Hogy az első hét napos nem is hét nap volt, meg ilyenek. Kérem szépen, térj meg, mint prédikátori kar, az azt jelenti, nézd el az összes tanításodat, és ami eddig rossz volt, azt fordítsd meg. Nem azt, amiről azt mondta Isten Filadelfiának, hogy ami nálad van, tartsd meg. Ami Filadelfiából hoztál, azt tartsd meg, de amit Laodiciánál hozzáadaboltál, na azt fordítsd meg. Abból térj meg. Mert filadelfiai korból indul el az adventizmus, és sajnos el kell mondani, ez történelmi tény, erről prédikátorok is beszélnek, ugyan 50 és 60 között az adventista egyház megcsinálta azt az átkos dolgot, amit megcsináltak a zsidók is, hogy fiaikat elküldték az idegenekhez tanulni. Például a zsidók elküldték a görög filozofusokhoz tanulni a gyerekeiket. Azok tanultak, és utána nem lehetett rabbi, csak az, aki ilyen oklevéllel rendelkezett. Addig Isten lelkével rendelkező emberek lehettek rabbik, utána pedig csak oklevéllel rendelkező emberek lehettek tanítók. Igen, ám de hozták a görög tanítást, a filozófiát. És mikor hozták a görög tanítást, megalakultak a szadukeusok, akik azt mondták, nincs feltámadás. A farizeusok, a törvényőrzői, a hagyományőrzők, van feltámadás, és akkor állandó vita. Két párt ugyanazon egy házon belül. 50-es és 60-as évek között ugyanúgy az adventisták is fogták fiaikat, és elküldték az evangélikus egyházakhoz egyetemre. Ott kitanulták, amit ott tanultak, és onnan hazajöttek. Voltak szimpatikus tanáraik is, nagyon jó tanárok is, akik olyan jó előadók voltak, hogy meghipnotizálták. Az egyik prédikátor azt mondja, hogy John Stott előadására ült be. John Stott volt az, aki világszerte ismerős, a második világháborúban is nagy szerepe volt. Igen ám, de egy bizonyos tanítást tanított, voltak hamis tanításai is, mert hát nem adventista volt. És beültek oda, és amikor tanítani kezdett, az adventista papnövendég sírni kezdett, hogy hogy beszél. És utána egy életen keresztül lemásolta, és azt tanított, amit ő tanított. És nem egyedül volt, 80 másik társára voltak ezek az előadásokban. Miután visszajöttek, egy úgynevezett új teológiát kezdtek hirdetni, amire azok az emberek, akik Filadelfiából indultak el, és azt mondták, hogy hát tartsd meg, ami nálad van, mert úgy tudták, hogy ők meg kell tartsák, nekik ezt mondta az Úr Jézus. Azok írták, hogy hát új teológia, nem jó, nem kell. Hallgass, 70 évesen felül voltak már, nem sokára meghaltak, és az új teológia szállnak volt. Azóta a hitáltali megigazolás, meg sok más tanítás evangélikus színezetet kapott. Laodicea az az állapot, amelyik a kompromisszumokat megköti. Ezért nem tud megtérni. Laodiceában a víz 10 kilométerről jött, csöveken. Laodicea sose tudott gerincesen megállani, mindig kompromisszumot kötött a város, akármilyen háború volt. Aki jött uralomra, amellé csatlakozott. Hogyha az egy Pergamon volt uralma oda, ha Roma volt uralma oda. Miért? Hát Laodiceát könnyen be lehet venni. Elvágták a csöveket, és nem volt többet víz. Hogy Laodicea, a lelki Laodicea hogyan jut ilyen állapotba, hogy állandóan kompromisszumot köt? Hát van ennek egy kis logikája. Ugyancsak az 50-es, 60-as években azt mondták Laodiceának, mármint az Advent Egyháznak,
Ha nem úgy tanítasz, ahogy mi mondjuk, és én most ezt parafrazálom, és megpróbálom nagyon direkt úton mondani, nem használom kerülő szavakból, ahogy ők ott csinálták, akkor nem lehetsz egy házszertanulás. Itt van Ellen White-nak a könyvei, itt vannak Uriás Mitnek a könyvei, itt vannak a Pionilok könyvei. Ha ebből nem húzzátok ki azt, amit ki kell húzni, akkor szektának írunk be titeket. A világegyházak tanácsában nem vettek részt. És akkor megpróbálták, és átalakították, és írtak egy nagy könyvet. Jó, ezeket mind megtagadjuk, és így hiszünk. Mármint atyáidat megtagadod, és így hiszel. Körülbelül úgy nyilatkozik erről egy mai teológus, ha James White, vagy bármelyik adventista alapító ma adventista lenne, akarna lenni, nem keresztelnénk meg annak alapján, amit hittek. És ők voltak az alapító atyák. Minden szombat és minden tizennél felolvassuk, hogy mekkora áldozatokat hoztak, hogy James White társával mekkora mezőket kaszált le pár centért, hogy azon könyvet vegyen, és az advent hitet terjessze, és ma hol olvasott el egy könyvet, egy cikket James White-ról. Pedig sokat ír. Nem csak Ellen White, James White is. Uriás Mit és más-más adventista pionírok, hol olvasott ők egy könyvet? Meg akarsz térni? Térj meg! Laodicea, térj meg! De akkor nézz egy kicsit hátra is, hogy honnan indultál. Mert Filadelfiából indultál, és az Isten nem szitta Filadelfiát. Az Isten nem is rót fel nekik semmit. Azt mondta, tartsd meg, ami nálad van. Meddig? Hát, úgy 2000-ig. Ameddig eljövök. Tudom, hogy kevés erőd van, de tartsd meg, ameddig eljövök. És Laodicea azért Laodicea, mert nem engedte meg, hogy Filadelfia megtartsa azt, amit meg kell tartani. Amíg az Úr Jézus eljön, a külső nyomás hatására. Meg akarsz térni, kedves angyal? Vagy meg akarsz térni, kedves gyülekezet? Akkor nézz egy kicsit vissza, honnan indultál. Mert a megtérés nem azt jelenti, hogy 360 fok, hanem azt jelenti, hogy 180 fok. Azon az ajtón jöttem be, akkor megfordulok és visszamegyek, és másik irányba megyek. Nem ebbe, hanem abba. Úgy nem lehet megtérni, még buzgóságosan se, hogy ugyanabb az irányba haladok, miután mindenkinek megmondtuk, hogy bánjuk a bűnt és bánjuk a bűneinket. Bánjuk, hogy a kommunista időben annyi embert elárultunk, bánjuk, hogy megmondtuk, hogy hol vannak a könyvek, és elmentetek, és elvették a Securitate a könyveket, prédikátorok. És most ugyanaz az ember, kicsit idős már, de nyakkendős prédikátor. Ő bánta akkor, vagy nem bánta, mert ha bánta volna, akkor most megtérne. De ma ugyanolyan rangos ember, és ugyanúgy diktál, és ugyanúgy a mai hatalommal szövetkezik, mint akkor ahol. Vagy lehet, hogy mindig ment, tudok egy-két ilyen embert, idős volt már, amikor tőle találkoztam Bukarestbe vele. Nem szeretnék személyekről beszélni, hanem csak általánosan, jobb így. Megtérni nekik, megtérni nekünk. Egyénileg, de Laodicea már mint Isten gyülekezete csak akkor lesz erős, ha nem csak egyénileg, hanem kollektíven és közösségileg megtér. Azt meg egy gyülekezet nem teheti meg csak lelkületben, buzgoság és tanításban. Innen az ajta előtt állunk. Hát a megtérés nem egyik napról a másikra csak mi halasztható. Mert én innen az ajtó előtt állok és zörgök. Ha valaki meghallja a szómat, az megnyitja az ajtót. Sokszor el lehetett gondolkozni, hogy Jézus kopogtat. Igen, hogy kopogtat? Állam zörgök az én szívemen, a te szívemen, a gyülekezet szívén, a gyülekezet angyalainak, vezetőinek szívén, az értelmesek szívén, akik sokakat az igazságra vezetnek, de hogyan kopogtat? És benne van az igében elrejtve a kulcs. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat. Jézus Krisztus a szavával zörget. Ha zörget, akkor a szavával zörget. És az mit jelent? Egy tanítás, egy leplezetlen, biblikus tanítás,
egy bibliai tanulmány, egy olyan Isten igéje, amelyik megrázza az ajtódat, megzörget az ajtódat, a szívedet, a lelkedet. És hogyha meghallod a szavát, akkor megnyitod az ajtót. Találkozunk a Bibliában egy hasonló képpel, az Isten Kainhoz szól, és azt mondja, hogy vigyázz, a bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Isten erre azt mondta el, hogy az ember, hogy a szívén, az értelmén mit enged be, azon úr. Az ajtód előtt áll a bűn, az ajtód előtt áll az Úr Jézus. Rád van vágyódás a bűnnek, rád van vágyódás az Úr Jézusnak. Te uralkodjál, mert adott az Isten szabad akaratot. Megnyithatod, vagy kizárhatod. Mind ahogy beszéltük a délelőtt, hogy a szülő, amely felnevel a gyereket, kopogtat a gyerek ajtaján, kinéz a gyerek, és azt mondja, menj haza. Vagy megnyitja, és azt mondja, gyere be, milyen jó, hogy jött édesapám, milyen régóta nem láttalak. Kinyitja az övé Jézus előtt az ajtót? A világ nem nyitja ki, nem a mi gondunk. A sötétség nem nyitja ki, nem a mi gondunk. De hogy az övéi nem nyissák ki, ez már a mi gondunk. Mert nem nyissa ki az angyal, akinek szól az üzenet, és nem nyitja ki a gyülekezet, akinek szól az üzenet. De mégis, ha valaki meghallja a szót, pontosan ugyanaz, mint a János evangélium első fejezetében, valakit pedig befogadták, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, ha valaki meghallja az én szómat, na bemegyek ahhoz. Az ajtómegnyitás a régi héber görög gondolkodásban egymásra találást jelentett. Az azt jelenti, hogy azok az emberek, bocsánat, akik egymástól nagyon távol voltak, annyira várták egymást, hogy találkozzanak, egyszer csak megtalálták egymást. Na, ez jelenti az Úr Jézus ajtón kívül zárása egy adventista egyházból már 100-valahány éve, és egyszer csak rátalálni. Amikor bizonyos Jézushoz szóló tanítások kezdtek hangozni, akkor sok ember felnézett, mintha álomos elként van, azt mondja, ha a Bibliában így van, akkor mi hogy másképp tanuljunk? Ha valaki meghallja az én szómat, az örgetést, a szavamban, na az megnyitja az ajtót, az befogadja a Bibliát, a biblikus tanítást Jézusról, befogadja Jézust. És hogyha befogadja Jézust, onnan arrafelé jön a közösség. Ott voltunk egy családnál, asztal körül ültünk, beszélgettünk, étel volt, közösségápolás volt, szép volt. Valami olyan, amit egymással megosztottunk. A legintimebb rész egy család keretén belül, ókorban és ma a vacsora. Mindenki szalad reggeltől estig, de este mindenki megáll. Régen megálltak. És oda került mindenki, és akkor elmondták a napot. Az egymásra találás Jézus és az ember, Jézus és Laodicea, mármint angyal és gyülekezet, és személy, egyén. Ha egymásra találsz, te és Jézus, akkor elmondod azt, hogy hol voltál, miért voltál ilyen gyengeddé, és Jézus elmondja, hogy hát én is kint voltam, ezért voltam. És utána együtt vacsorálunk, és nem úgy, hogy csak én adom, hanem együtt vacsorálunk, és én vele, és ő én vele. Közösség. Olyan szoros közelségbe kerülsz Jézussal, mint amit a János evangélium a 17. fejezetében mond el Jézus, a legvégén, ahol azt mondja, és én azt akarom, hogy én, mondja, bennük legyek. Nem más, nem delegátus, hanem én. Mind ahogy elmegy Jézus a mennyben, és azt mondja, hogy mégis együtt munkálkodott, kikkel, az apostolokkal, és szaporodott a gyülekezet, üdvözlendőkkel. Nem azt mondta, hogy más,
delegátusa, hanem ő. Sokszor az a gondunk, hogy beszélünk ezekről, Jézusról beszélünk, és mást várunk. Mégpedig a Biblia arról beszél, hogyha valaki Jézusnak akarja kinyitni az ajtót, az nem mondjon más nevet, az nem mondjon más Istent, hanem az hívja Jézust, és mondja, Úr Jézus, én nekem akarom kinyitni az ajtót. Tegyen, nem más. Ha valaki megnyitja Jézusnak az ajtót, na, ha valaki Jézus vacsorázik, ha valaki meg másnak nyitja meg az ajtót, akkor más vacsorázik vele, nem pedig az Úr Jézus. Itt pedig arról van szó, hogy az Úr Jézus zártuk az ajtón kívül, nem pedig más valamit. Aki győz. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Találkozni fogtok sok olyan emberrel, akik azt fogják mondani, hogy Laodicea elesett, és el kell menni Laodiceából. A Biblia itt nem arról beszél, hogy el kell menni Laodiceából, hanem arról beszél, hogy meg kell térni Laodiceából, vagyis a Laodiceai gyülekezetben. Ha elmész, bármilyen farkasnak példájára lehetsz, ha pedig itten térsz meg, akkor kovász lehetsz. És sok kovász, sok tisztát megkereszt. Győz az az ember, aki valójában ráébred az ő állapotára. Az az ember, amelyik nem képzeli magát betegnek, nem is tudja, hogy beteg, sose fog orvoshoz menni, sose fog meggyógyulni. De az az ember, amelyik ráébred állapotára, az orvoshoz megy, beveszi az orvosságot, és helyre jön meggyógyul. Itten azt találom, hogy győzni nem akárhogy kell. Aki győz, amiképpen én is győztem, na az ül oda, ahol én is ülök. Itt azt találom, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Aki győz, ahogy én győztem, és akkor itt megint visszamegyünk a hitáltalan megigazolás tanításához. Hogyan győzött Jézus? Hány bűn maradt még hátra legyőzetlen? Egy bűn még maradt, amit nem győzött le. Magára vett a világ bűnei, de azért egyet nem sikerült valahogy. A hiúságot, vagy valamit nem sikerült. Minden bűn felett. Eljött a világ fejedelme, mondja ő, és nincsen én bennem semmilyen. Nagy cél győzni úgy, ahogy ő győzött, de nagy megtiszteltetés is az, amiről Jézus beszél, hogy oda győz, ahol ő. Aki győz, ahogy én győztem, az ül az én királyi székembe. Laodiceának nincs vége. Laodiceából nem kell Filadelfiába menni. Laodiceából nem kell máshol menni. Laodiceában talpra kell állni, buzgóságos kell lenni, és meg kell térni. És hogyha megtér az ember, és már annyit feltérképeztünk, hogy miből és miről van szó a megtérésben. Hogyha mindezeket megteszed Laodiceában, és győzöl, na az Isten odaültet téged, ahol a helyen. Van remény Laodiceának. Laodicea nincs eldobva. Csak van egy egyszerű kis gond. Laodiceában a te betegségedre sose fogsz kapni balzsamot. Ez megint egy külön tanítás. Miért nem? Ha Jézus az angyalokon kívül van, nem az angyalokban. Az angyalok az intézmény képviselik. Az intézményen kívül van, és nem az intézményben. Ha Jézus a gyülekezeten kívül van, és nem a gyülekezetben. Ha Jézus csak egyes emberekben van meg, akkor Laodiceában, mint intézményben sose fogsz kapni azt, amiről Jézus mondta, hogy vegyél. Fehér ruhát, szemgyógyítóért és tűzbe megkovált aranyat. Laodiceai papoknál, angyaloknál, értelmeseknél, akik sokakat kellene az igazságra vezessenek, sose fogsz kapni tőlük ilyesmit. Csak ha
befogadják Jézust. De ők is ahhoz, hogy befogadják Jézust, el kell menjenek valahol. Utána a gyülekezet közösségileg, mivel hogy kötve van egy tantétel rendszerhez és egy szabályrendszerhez, sose fog kapni bentről Szent Gyurgyútól írt tűzbe megpróbált aranyat és fehér ruhát. Akkor hogyan juthat hozzá mégis? Úgyhogy, ha valakik megnyitják az ajtót, ha valakik befogadják, na azok a valakik kapnak. Azok a valakiknek megnyílik a szemük. Azok a valakik meglátják a hibákat. Azok a valakik meglátják a bajt. Azok meglátják a betegséget. Meglátják, hogy nincs arany. Meglátják, hogy nincs fehér ruha. Meglátják, hogy nincsen szentgyógyító ír. És akkor megrángatják mindenkinek a köppenyét, és azt mondják, hogy te látod? Mind. Vakon nem lehet látni. Én nem látok ebben semmi bűnt. Találkoztatok ilyen? Azt mondja valaki, meglátva bizonyos dolgokat, hogy vigyázz testvére, ez nem. Én nem látok ebben semmi bűnt. Manapság már semmiben nem látnak semmi bűnt. Milyen szépen elmondják, hogy milyen vak vagyok. Hát nem látsz testvére, mert vak vagy. Lennél csak látó. Nyitna meg az Úr Jézus a szemedet. Fájna neked is úgy, mint nekem. Fájna neked is úgy, mint az Úr Jézusnak. Na akkor ordítva menni mindenhol, hogy már kenjék meg a szemedet, hogy láss. Manapság semmi sem. Manapság mindennek szabad rajta van adva, csak az Úr Jézus maradjon kívül. Hogyha megnyitja azonban az Úr Jézus a szemedet, akkor azok a valakik, egyesek, na azok talán megmutathatják, hogy hol van az Úr Jézus, és honnan lehetne szentgyógyítóért venni. Honnan lehetne tűzbe megpróbált aranyat venni, és honnan lehetne fehér ruhát venni. Egyszerűen azt kell tudni, hogy az intézményben, intézményes keretek és szabályok között, gyülekezetben, gyülekezeti keretek és szabályok között nagyon nehezen fogsz tudni venni. Úgy egy-egy ember talán valahogy elszólja magát, hogy honnan kapta, és akkor egyesek mellé állnak, elmennek és vesznek ingyen, megértik a dolgokat, míg mások konferencia szintre telefonálnak, és akkor jön a felfogulás. Mert a vakember nagyon is bosszus tud lenni, ha felfoghatod a világát. Zárnám egy egyszerű kis történettel és annak tanulságaival. Egy adott alkalommal Platón elmond egy történetet, mivel hogy egy olyan filozófus volt, aki sok mindenre rájött gondolkozva. Igen ám, de mivel sok mindenre rájött gondolkozva, megölték. Az akkori tudomány ma nem fér bele az ő gondolkozása. Arról beszél, hogy van egy barlang. A barlang úgy áll, hogy kintről a nap besüt a bejáraton. Bent, háttal a bejáratnak emberek ülnek, és meg vannak kötözve, hogy csak a barlang falát láthassák. A barlang falán árnyékok jelennek meg. Az árnyék az nem a valóság, hanem az a valóság árnyéka. És kezdnek maguk között beszélgetni és tárgyalni, hogy mik is ott azok a falon. És tudósok lesznek az árnyékok magyarázatában. És kérem szépen, az egyik valahogy meglazítja a kötelet, és kimegy. Mikor kimegy, szembenéz nem a világossággal, hanem magával a nappal. Mikor meglátja a valóságot, akkor bejön, és azt mondja, hogy hát emberek, ti nem értitek, amit ti néztek, az árnyék. Az ennek is az árnyéka, az annak is az árnyéka, de a valóság nem itt van. Erre azt mondják, hogy mi van vele, megbolondultál? Hát te voltál a legtudósabb azoknak a magyarázatában, és most mit csinálsz? Felkavarod a tudásunkat? Megfogják és megölnek. Platón itt maga halálát látja előre, és ezzel a hasonlattal elmondja. De valahol így jár az az ember, akinek az Úr Jézus megnyitja a szemét. Meglátod a valóságot. Meglátod azt, hogy amit eddig láttál, abban sok az árnyék. A valóság nem az. És mikor az embereket próbálod oda vezetni, megtörténhet. Nem megölnek,
Többször elmondtam már ebben a gyülekezetben és máshol is, hogy hála jó Istennek, ma nincs egy egyháznak joga valakit megölni. Van joga cenzurálni, kizárni, de az ilyen kis körömfeketényi dolog amellett, amit Jeremiással tettek. És ha ma nem mondod át az igazságot ilyen körülmények között, mert megláttad, mert kinyitotta Isten a szemedet, hát akkor ki vagy te Jeremiás mellett? Vagy ki vagy te egy Isten gyermeke mellett, akiket régen úgy tekintettek, mint vágójukokat? Ma nem vág le senki. És ma mégis egy székért, egy tagságért ott állok és lenyelek minden idézőjelbe téve hazugságot vagy butaságot. Hogy nekem egy prédikátor azt mondja, hogy ha Jézus azt mondta, közel van, akkor az azt jelenti, hogy távol van. A Jézus szavát is kiforgatni? Vagy bárki más, nem számít. Többször megfordult ezen a szószéken az a szó, hogy prédikátor, és pontosítanom kell, azért, mert már volt ahol problémám, hogy azt mondták, hogy prédikátor ellenes prédikációkat tartok. Kijelentem, és értsük jól, hogy én csak azon prédikátorok ellen prédikálok, biblikusan, Bibliából, akik nem törődnek a nyájon, akik hazugságot beszélnek anyának, és akik félrevezetik anyának. Ha valaki megsértődik emiatt, akkor azt jelenti, hogy ő ilyen. A Bibliában azt találom Ezékiel könyve 34. fejezetében, hogy elcsapom a pásztorokat, akik magukat legeltetik, és nem anyájat. Én is azt mondom, hogy egy pásztor, aki ténylegesen legeltet anyáját, a maga idejére ad neki eledelt, és nem eszik, iszik a részegesekkel, lásd, mit jelent ez, na az a prédikátor kettős tiszteletet érdemel. Mert úgy a Biblia tanítja, és úgy hívjuk tőlem és tőle, hogyha valaki tényleg törődik, dolgozik életed, az üdvösségedért, az igazságért, kettős tiszteletet érdemel. De az, amelyik az idejét a maga legeltetésére dől ki, és nem a nyáj legeltetésével, arról a Biblia is, én is azt mondom, hogy Isten kezdetlen rajta. És a Biblia itt arról beszél, hogy az az angyal, amelyik meg van fedve, és nyomorult, és nyavajás, és szegény, és nem változik meg, na Isten kezdetlen rajta, mert tudta, és nekem nem adta át az üzenetet. De az a gyülekezet is, amelyik hallja a lélek hangját, de bizonyos kompromisszumok miatt nem Laodicea kompromisszumok világa volt, hallottuk, mert függött a víztől. Ha ma a kompromisszum miatt nem térsz meg, Isten keze rajtad. Mert ott, ahol Ezékiel 34-ben azt mondja, jaj a pásztoroknak, na ott azt is mondja, jaj a juhoknak is. És ezt még nem tárgyaltuk. Jaj azoknak a juhoknak, akik elhíznak, akik bár jól legelőtt legelnek, az én másik juhaim, mondja az Úr, lábuk taposássá kerüljék, és bár tiszta vizet isznak, az én másik juhaim, akik utánunk jönnek, és az ő példájukat kellene kövessék, lábuk zavargásá isszák. Úgyhogy, jaj, pásztor, aki magadat legelteted, és nem anyájad, de jaj, juh, amelyik úgy legelsz és dőzsölsz, hogy mindössze rontol azt a helyet, ahova mások is kellene jöjjenek és legeljenek. A te magatartásoddal, tanításoddal, sok mindennel nem lesz csinálni. Ez volt nagyjából a hét levél. A hét levél, amit Isten küldött, Jézus küldött a gyülekezeteknek. Mindegyik levél önmagában megáll, és önmagában értéket képvisel, és korszakot képvisel, de mindegyik üzenet mindegyik korszaknak szól. És Laodicea az a korszak, aki mind a hét gyülekezetet magába kell foglalja már, mint az üzenetet. Mert neki is volt első szeretete, és elhagyta. Jézus Krisztusról emberekre kezdett nézni, ezért maradt Jézus a kapun kívül. Utána félt a szenvedésektől, és milyen félt az üldözéstől, a szenvedéstől, a kiközösítéstől, az evangélikus gyülekezetek közül, ezért megalkudott. Nem akart
szenvedni. Na, ha megalkudott, akkor pergamumi korszakban jött a kompromisszum. Államegyház szövetsége, ökumenia és más meghajlások. Utána pedig jött a lelki paráznaság, mert olyan isteneket fogadtak be, amelyek idegen istenek, nem pedig az atyáik istenek. És mikor ez megtörténik, utána a nikolaiták úgy uralkodnak rajtuk, ahogy akarnak, mármint a klérus, nézd, Tiatira, Jézabel és a nikolaiták. Utána jön Sárdis. A sárdisi kor minden egyes szimptomáját magán hordozza, mert élő halottá válik, ahelyett, hogy élne. Az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Utána van egy-egy kis megmozdulás, de kis erővel nem elég, hogy megtartsa. Egy-egy ember itt ott, egy-egy csoport itt ott megtartja azt, amit az Úr rábízott, a többi laudíciai állapotba kerül, tanításban és lelkületben. Laudícia kompromisszumok kora, ahol minden mindegy, és gondtalanul lehet élni a Sionon. Kedves testvérek, a Sionon, a háborús zóna kerős közepén nem lehet gondtalanul élni. Bele kell avatkozni, buzgóságos kell lenni, meg kell élni mindezekből és teljesen, nem a kis palackkal még a zsebembe, és miután megtérte, Jézus is betér hozzánk. Segítsen az Úr, hogy megértettük volna, és ne csak megértsük itt, hanem kivitelezésben itt. Mert nagy szavak hiába való, ha cselekedetek nem követik.